akkor üdvözlök mindenkit a Stuck 3 Ausführungé megépítésének harmadik epizódjában. Idáig jutottunk el a megépítésben, ez egészen pontosan a 24-es kép, vagy a 25-ös kép. Ugye fölkerültek a kipufogók a hátuljára, és a 26-os képpel kell, hogy folytassuk. A 26-os képhez pedig kelleni fog nekünk egy ilyen lapos, valami kelleni fog egy egyszer 3-as elem, egy 1-es elem kell világos zöldből, mindjárt szedegetjük kifelé, igen, egyszer 3-as kell nekünk, kell egy barna, egy ilyen döntött, valamelyikben benne van egy barna döntött még, valószínűleg, ez nem az. Egyszer 4-es viszont van, abból már ki is vettem egyet. 1-es, azt nem vettem ki, de azt is ki kéne venni. Egy 1-es, milyen világosabb zöld. Tehát akkor kell egy ilyen, egy 1-es, 4-es, 3-as, és az a barna színű kellene még. Ugye meglátjuk, hogy melyikben találjuk meg ezt a kis. Persze, szerintem a legutolsóba, miért ne, igen. Ugye itt lesz egy ilyen döntött elem. Na. És jó. Oké, és szóval ezt föltettük. És most akkor, ugye igazából a 25-ösnél csak elkészült, most kéne felraknunk, de én felraktam, mert már akkor kész voltunk vele. Ugye így rakjátok fel az elejére ezt a barnát. Ide így. Ez az. És akkor a legszélére fel kell tenni egy 1-est. Ide. Így. Kettőt ki kell hagyni. És ide kell tenni a másikba, ezt a barna döntöttet. Ide kell tenni mellé a 1x4-es világosabb zöldet. Az 1x3-as pedig azt ide kell tenni. Hátra így. Jó, oké. Meg is volnánk. Most jön a 27-es kép. Jó, most szükségünk lesz nekünk egy barna fedélre. Hát itt megint mutatja egy az egyben, de tudjátok, hogy én szoktam mondani a helyes méretet neki. Az egy az egyben egyébként azt jelenti, hogy egyszer kettes kell ilyen fedélből egy darab. Sötét barnából, kell nekünk 3x3-asból egy darab, 4x3-asból is kell egy darab, ebben voltak a 4x3-asok, vagy ebben voltak a 4x3-asok, igen, 4x3-asból még létezni kell egy darabnak, ugye ez az alsó sorunk, akkor kell nekünk azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2x6-os. Hát az olyan hol lesz, de szerintem itt van. 2x6-osból kell összesen 3 darab. 1, 2 és 3 darab 2x6-os kell. Jó, azt mondja, hogy megvan, megvan. Igen, 2x7-esből igaz, 1. Számoljuk gyorsan, jó? Hogy melyik ő kell ez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2x7-esből kell megint egy darab, és kell egy toronyforgató mechanika, vagy valami ilyesmi szerűség, úgyhogy ilyen kell nekünk. Na most, ezzel kész vagyunk. Ugye a barnát ugye ide kell bajba tennünk, ezt a kis fedelet, hogy amit lemérett vagyunk, egyszer-kettes simán. Mondtam, hogy egyszer-kettes, ezt is annyi is volt. Jó. Ezt a toronyforgató szerűséget az be kell tenni ide a barna mögé, a döntött barna mögé, így. Utána be kell tenni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a 2x7-esből kell betenni ide egyet, így. Igen, mögé megy egy 2x6-os, így. És a másik oldalon meg azért, hogy 2x6-os, mert ugye itt volt már előtt elem. Igen, ez így ide megy, nagyon jó.
fölmegyek másik 2x6-os, ez az, és akkor a 3x4-es az ide megy föl hátra, így, és a 3x3-as pedig így ide fog fölmenni hátra. Ez elég érdekes, le kell lelógni, lelóg, igen, ja, lelóg egy kicsit, jó, oké. Na, akkor megvolnánk így, lapozzunk tovább, és akkor 2x7-esből kell nekünk 4 darab. Most 1, 2, 3 és 4 2x7-esből, és azt mondja, hogy oké, kell nekünk egy darab 2x4-es sötétzöld, igen, kell nekünk egy darab 1x2-es sötétzöld, nem ebben van, de szerintem meg lesz előbb-utóbb, viszont ha már itt vagyok és keresgéltem, kell nekünk egy 1x2-es fedél, ugye világosabb zöldből, megint leméreti 1x1-es akármivel, de ezt tudtam, hogy ez ilyen lesz. Igen, és azt mondja, hogy megvan a sötét zöld 1x2-es, ugye azt ide kell nekem tennem le. Jó, na akkor nézzük csak tovább. A 2x4-es sötét zöldet ide felpasszintom. Igen, az 1x2-es zöldet pedig ide a másik oldal fogom elkezdeni, így. Föltenni. Nagyon jó. A kis fedél, amit kivettünk, az egy, amit lemérzett velünk, az ide fog jönni ez elé. Így ide. Nagyon jó. És utána fogjuk, és a 2x7-eseket ide a toronyforgató mögé elkezdjük rakni. Mégpedig így, hogy 1, 2 és 3. Hopp, bocsánat, azt túl arra csúszott. Oké, 3. És utána kimarad 1 és 2 sor, és ide rakunk még egyet. Hopp. Nem volt a kipafogó. Tehát ugye 2 a végén, és 2 itt kimaradt. Közben iszok egy tejet, mert kiszállt a torkom. És ez kell, kezd a hangom elmagasodni. Szóval, ez megvan. A következő lépés az, hogy majd a motortát kezdjük el most szépen már megépíteni. Jó, kell nekünk 2x2-es és világos zöldből 4 darab. 1, 2, 3, 4 darab. 1x5-ösből kell nekünk 1 darab. Igen, most fognak jönni azok a szürke cuccosok. Szürkéből fog jönni nekünk egy ilyen fajta. Ilyen, jó. Vagy ezüst színű, igazából lehet, hogy ismét ezüst színű, meg inkább ezüst színű. És akkor abból kell nekünk 3 darabot kiszedni. 1, 2 és 3. Meg is volnánk. Oké. Utána fog jönni egy olyan, hogy vagy ez is vagy szürke színű, de kerek ezüst színű, jó. Ezüst színű ilyen, kerek egyes. Oké. És akkor 1x4-es világos zöldből kell egy darab. Így van. Kell nekünk még egy sötét zöld, egyszer kettes. Ugye itt, amit az előbb használtunk, itt a másik. És akkor kell nekünk még egy olyan fajta, ami mindjárt mutatom. Igen. Ami így néz ki. Egyszer kettes alapú. Oké. És akkor megvolnánk mindennel. Na most. Következő. Itt kell csinálni. Az 1x2-es zöldet azt ide föl kell tennetek, ide így, így ide. A 1x2-es kétszer-kettest ide föl kell tenni, így ide, világos zöldet, és elé kell tenni ide így, ezt a hajlított 1x2-es elemet,
mindjárt mutatom, tehát így, ugye ide került az elem, ide. Utána fogni kell a két darab 2x2-es elemet, és ide kell tennünk nekünk. 1 és 2. Nagyon jó. Az 1x5-öst azt ide kell tennünk, így ide, a széléhez. Majd le kell tennünk a 2x2-es elemet ide a sorokra. Bocsánat, ide a sorokra tettem föl. Jó, az 1x4-est, azt a második 2x7-esnek a, tesszük rá a, tehát innen gyakorlatilag 1-2-3-at hagyunk ki, és a szélétől meg egyet, így kell föltenni ezt. És ezek közül, az ezüst színűek közül egyikre rá kell tenni ezt a kupakot, tehát ő így fog kinézni, ő megy középre, ide bentre fognak menni, jó? Meg fogom mutatni, mikor felraktam. Hát ez elég érdekes, mert ha berakom oda, akkor nem illeszkedik a helyére. Jó, mindegy. Talán be fogja engedni. Igen, nincs a helyén. Az ott nincs a helyén. Jó, mindegy. Tehát így mutatja a rajz, hogy be kell tenned. Oké, és aztán a következőnél jön az, hogy kell egy darab 2x2-es, azt mondja, egy darab 2x3-as, két darab elbetű, ugye amit én elbetű, két darab elbetű, igen. Na nézzük a 2x2-es, megtaláljuk-e. Igen, megvan. 2x2-es megvan. Kell egy ezüst színű 2x3-os. Így. Kell nekünk egy darab barna színű elem. Ami most már azért összeönthetnéd őket, mert egyszerűbb lenne. Szerintem azt fogom csinálni. És nem kell annyit szórakázni. Jó. Szóval akkor őket félre pattintottuk. Egyelőre. Szóval nézzük csak meg, aha, kell egy olyan barna, ami ugye így néz ki, sötét barna. Igen, ez megvan. Jó. A felső sor megvan, 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 megvan. Ebből ez van meg. Kell nekünk egy 1x6-os. Aha, 1x6-os. Igen. Megvan. Jó. Jó. Kellenek, azt mondjuk, ilyen fajtából kell nekünk egy darab. Igen. Jó. Tehát ez megvan, megvan, megvan. És most már csak két darab ilyen ezüst színű G-elem kéne. Aha, megvan. Így van. Mutatom azért, aki nem tudná, hogy ilyet kerestünk. És kell hozzá egy ezüst színű. Hát ilyen, ezt nem hiszem, ahogy leesett. És nem akar feljönni a földről. Egy ilyen hűtősapkának szoktuk azt használni általában. Meg fogunk mutatni akkor is. Tehát egy
ilyen valami jó. Oké, és ebből is megvan az egy darab. Oké, tehát ebből megvan. Kettő darab, egy darab. Jó. Szóval, most jön az, hogy tovább építjük a dolgokat. Megfogjuk, és emögé a elalakú elem mögé, ide berakjuk így az egyik eszelemet így ide. Mellé rakjuk az 1x6-ost. Így ide. Tehát ide raktuk egymás mellé őket. Nagyon jó. A 2x3-ast azt be kell tenni ide, ehhez pászítva. Itt maradni fog egy sor. Igen. Akkor ugye, amikor raktunk ilyen ezüst színűeket, az ezüst színűek, aha, jó. Tehát a G-elemeket, ezeket az ezüst színűeket, ezeket úgy kell föltennünk, mindjárt mutatom, hogy hogyan. Így kell föltennünk, ha én jól értelmezem. És azt a kis gugát, azt a hűtős akkát, azt bele kell tegyük a középsőbe, így ide. Jó, így beletettük ide. Aztán az ezüst színűt föl kell tennünk ide hátra, így. A két elbetűt azt föl kell tennünk így mellé. Az egyiket ebbe az irányba, a másikat pedig ebbe az irányba. Így. A sötét barnát azt ide kell föltennünk a sarokra. Így ide. Jó. Csak sikerül mindig levenni a kipufogó csőnek ezt a tucát. A résztesének ez zárt egyébként. Én ezért hagytam fel a modellek építésével, mert mindig addig fogdostam, míg valami leesett a helyéről. És ugye ide kell föltenni a 2x2-est a másik oldalra. Jó? Oké, ezzel megvolnánk így. Szuper. Na most, következnek az olyan dolgok, hogy nézzük csak meg, hogy mi jön most. Aha. Jó. Remélem, hogy jókat fog kivenni. Jó. Szóval, kell nekünk egy sötét barna ilyen, és ilyenből kell egy világos zöld is majd. Jó? Ilyenből kell egy világos zöld is. És meg is van. Oké. Kell nekünk egy barna olyan, sötét barna, ami ki van lukasztva így, és 2x3-as alapos így néz ki. Ebből is kell egy darab. Kell nekünk sötét szürkéből egy darab 1x3-as lapos, ez is itt van. Két darab ezüst színű ilyen hengerborda, mindjárt mutatom mire gondolok, ez a púpos akármi. Ebből egy és kettő darab kell, nagyon jó, tehát akkor megvagyunk már az elejével. Jó, sötét szürkéből kell nekünk. Sötét szürkéből. Ilyen fajtából kell két darab, egy és kettő. Megvolnánk. Jó. És akkor most végignézem a dobozokat, hogy látok-e valami más fajtát a dologból, de ha nem látok, akkor azt kell felhasználnom, amit. Jó. Tehát van egy ilyenünk, ami jobban kiáll, mint szokott. Tehát nem egyes magasság, hanem kettes magasságra elkezd ez a kis bütyök. Ezt mutatja ide még, hogy nekünk ez kell. Jó, na most. Valószínűleg a rádió antenna tartó, tehát az jó lesz oda. Amikor ezzel megvolnánk, akkor a következőt kell csinálni. Fogni kell a sötét barnát, ezt a fajtát, és ide bepattintjátok. Ide, ez az. Na. Bent van. Mellé kell a világos zöld. Azt is mindjárt berakjuk. Ez az. Tehát akkor így fog kinézni a hátsó fele. Jó. A barnát
azt úgy kell csinálni, ezt a sörétbarnát, hogy az E betű végén üljön föl, jó? Mégpedig azért, mert ugye, mindjárt mutatom, ugye ide raktam így föl, maradt itt egy hely, mert ide jön föl a rádióantenna tartó, ide hátra. Erre az 1x2-es részre, jó? Tehát ez így ide jött föl a rádióantenna tartó. Jó, a motortérhez be kell tennünk nekünk ide egy darab ilyet, így. Ez az, meg is van. Aha, csak ugye ezt most fölraktam, megmondom mi volt a probléma, le kell vegyem, megmondom miért. Ugye itt van a, először ezt kell betenni, ezt a sötét szürkét, így. Mert így akkor nem lesz itt rés. Aha, így. Így maradt meg. Ide kell tenni utána a sötét szürkét, ide így. És a, ezeket a hosszú akármiket, a szürkéket, azt meg be kell tenni így ide. Egyszer. És be kell tenni a másikat ide, így. Kétszer. Hát ez egy stilizált motort kaptunk igazából a légszűrőkkel, meg ilyesmikkel. Na, ez a, kész is, ez a kép is kész, van, 31-es képpel végeztünk. Jön a következő kép, amihez szükségünk van nekünk. Az előbb már a kezemben volt, és gondoltam, hogy kelleni fog ez a sötét szürke 1x5-ös. Ez kelleni fog. Kelleni fog nekünk egy... mindjárt mutatom mi az. Oké, ebben volt benne. Igen. Egy ilyen elem. Jó, ebből is egy darab kell. Így van. Kell nekünk egy barna láda. Majd. De kell egy sötét barnából egy ilyen is kell. Ez 1x3-as alapú. Igen. Kell nekünk egy... jó. Tehát barna láda, ami szintén 1x3-as alapú. Igen, ez is kell nekünk. Igen. Jó, kell nekünk egy olyan fajta, kettő kell ebből a fajtából. Jó, tehát kettő megvan, egy, és akkor kell még egy hasított cuccos. Azt mondja, hogy azt mindjárt megnézzük, hogy az hol van, az a hasított. Mondjál te is ide, megkeresdjünk ennyit. Jó, ebben nincsen benne. Így van, hasított meg lesz, oké. Mennyi kell vele? Egy darab. Jó, tehát egy ilyen fajta másfeles, egy kétszer, egy egyszer kettes, vagy kétszer egyes másfeles, kinek hogy szimpatikus. Ez kell nekünk. Jó. Ez a valami, ezt úgy kell föltennetek, hogy fölfelé legyen a része neki, tehát hogy a hasítás fölfelé nézzen, tehát így kell föltenni, így ide. Jó. Ezzel kezdtem az egészet. Az 1x5-ös fekete sötét szürkét azt ide kell föltenni. Ide így. Így az 1x5-ös sötét szürkét. Nagyon jó. A motornál, hát egy, mint egy cső összeköti ezt a két dolgot, ez a ezüst színű valami. Vagy lehetne éppen kapaszkodó is, de ez inkább legyen cső. Egy vízcső. És igazából oda hátra nem is izé fog menni föl, hanem egy láda fia. Uh-huh. Akkor azért kell akkor, mert hogy bírja, azért ezt ide kell föltenni, hogy nem rádió antenna megy föl, hanem egy láda megy föl a seggére. És utána föl fog menni mellé egy sötét barna ilyen, valami, így. És föl fog menni még két ilyen világosabb zöldből, ebből a háromszögletűből. Kettő. Megvolnánk. Na most. Tök szuper. Azt mondja, hogy... Oké. Most fogunk megépíteni... azt hiszem, most fogjuk megépíteni majd a motorház fedelet, vagy nem is tudom mit. Mindegy. Kiderül, hogy valami. Nem, vagy egyik sárvérőt építjük majd meg szerintem. Jó. Ezt én félre is teszem. És a következő dolgok kellnek nekünk. Kell nekünk egy darab 2x6-os ilyen akármi. Kell nekünk, hát az 3-as, igen. 1x3-asból 2 darab, igen. Az meg is van. Kell nekünk sötét zöldből egy ilyen.
Oké. Kell nekünk utána. Oké, jó. Akkor kell nekünk világos zöldből egy ilyen. Oké. Kell egy barna színű egyes fedél, ami át van forva, ami ilyen sötét barna. Oké, ez a felső sor, ez megvan. Az alsó sor pedig kell benne lenni egy pipának, egy sötét szürke pipának. Igen, tehát egy sötét szürke pipa, ilyen, ez a másik fajta. Jó, kell hozzá egy hűtősapka, sötét szürke, meg is van. Tehát egy ilyen picike, megint, jó. Kell nekünk, ezeket is már összeöntöm szerintem egy edényként, így egyszerűbb lesz válogatni. Úgy. Talán nem esnek le. Jó, tehát megvan ez, 2, 1, 1, 1. Ebből is kell nekünk még sötét barnából ilyenből egy, és kell világos zöldből egy ilyen. Nagyon jó. És kell nekünk egy sötét zöld, mégpedig egy ilyen fajta elem. Jó. És akkor megvan minden, amit kiosztott nekünk. Megfogjátok a 2x6-ost. Rá kell építeni mégpedig így a 1x3-as fedeleket ide így. Amikor ez megvan, akkor ezt a világos zöld ilyen foggantyút ezt ide kell tenni. Az egyiket. A barna átfúrtat pedig ide kell tenni a másik oldalra, így ide. Nagyon jó. Utána bele kell tenni ebbe valaminek a hosszabb végébe ezt a hűtősokkaszerű valamit. Hát ezt nem nagyon tudom mutatni nektek, de próbálom, jó? Így ezt a valamit be kell tenni ide. Így, és akkor így fog kinézni. Ezt a valamit rá kell tenni ide majd arra, de még előtte össze kell pattintani ezt a kettőt. Egymásra, ugye az asztalon szoktuk csinálni, úgy nem törik és hatásos. Na, vagy mégsem. Na, megvan. Ugye összeraktuk így a cuccost. És ugye ezt föl kell pattintanunk a legelejére, így ide. Utána beszúrhatjuk ezt, amit összeszereltünk, mégpedig úgy, hogy előrefele nézzen. Tehát így beleszúrtuk, hogy előrefele nézzen, jó. Oké, és utána fogjuk a sötét barnát, betesszük ide. A sötét barnához, és a világos zöldet meg ide a világos barnás zöld. Hát nem is tudom, milyennek mondjam ezt a szint. Elég érdekes színe van neki. Mondhatnám a kakazöld is, de folyékony kakazöld, de nem mondok ilyet, jó? Na szóval, ezzel megvolnánk, és akkor ezt a valamit, mikor ezt megépítettétek, ez ide föl lehet tenni majd így az oldalára. Itt lesz, ez lesz a sárvédője neki, meg a nem tudom micsodája. Tehát ezt ide föltettük ide, és akkor most ez így megvan. Látjátok, ez így megvan. Na, ez így megvan. A következő az az, hogy milyen elemek kellenek nekünk. Kellenek nekünk ilyen kerekek, ilyen fajta, mégpedig 2. Itt félrehúzom a súlyt, 1 és 2. Kell nekünk, mondjam, hogy tudom micsoda. Jó, csipesszel, mert úgy jobb lesz, jó? Ilyen fajta, ebből 2 kell. Ezt toljuk most már arrébb ide, jó? 1 és 2. Nagyon jó. Akkor ez megvan. Megvan. 4 darab kell abból a kis. Hát ez honnan lesz abból 4? Lesz belőle 4. Ez kizár dolog, hogy abból 4 lesz. 1 kell belőle, 1. Jó, egy ilyen hűtősapka, ez a
Hát világos zöld, világos kakasz, mindegy, szóval az a érdekes zöldes, zöldes barna, jó? Nem tudom, hogy majdnem kimondtam, mi erre gondoltam, de nem akar, nem szabad. Hát, hogy gyerekek is nézik. Kell egy ilyen szürke színű, amit le lehet mérni egyszer, egy-egyben, de ez az, hát leméretjük, tessék, ráteszem nektek. Nem látja, de látjátok, még lát, épp, hogy látja a kamerát, itt leteszem. Egyszer hármas egyébként, jó? Higgyétek el nekem. Elég régóta csinálom. Kell egy ezüst színű pipa. Ilyen. Igen. Kell egy ezüst színű, hát az most... Hát az csavar lett végül is. De ugye ez régebben kerek volt, csak szerintem nem csinálnak belőle sok fajtát. Jó, kellene olyan fajta elem nekünk, ami ilyen fél évesen van megcsinálva. Aha, megvan, ebből kéne egy. Igen, és kell még egy ilyen zöld tukli. Mégpedig olyan, ami így néz ki. Mint amiben a repülőgép szárnyát, farkát tudtuk betolni. Olyan fajta. Jó, oké. Na, akkor. Igen, mert az lesz igazából, ez a repülőgép farok tartó lesz itt a... Olyan, mint ugye a búvó nyílás a sofőrnek, amin kitekintő nyílás, a sofőr kitekintője lett belőle. Jó, az íves valamit, azt föl kell tennetek, mégpedig úgy, mindjárt felteszem, és meg fogom mutatni, hogy hogyan. Tehát úgy kell ide a búvó, ide kell föltenni ezt, hogy így, itt legyen az íves része, itt meg legyenes, jó? Azt odarakjátok. A két darab sötét szürkét, azt ide kell tenni, így ide. Egy sötét szürke, meg még egy sötét szürke. Nagyon jó. Oké. Utána meg kell fogni ezt a kis pipát, akármit. Ez is szűrt, és beletol ezt a, hát most nem hűtősokkal, hanem csavar mintájút. És úgy kell csinálni, hogy előrefele álljon. Még vagy a középsőbe kell betenni, mindjárt meg fogom mutatni, hogy hogyan. Ide raktam be, ide így jó, itt van bent ez a középsőbe szúrtam be, mert egy még van előtte, nagyon jó, ezzel megvolnánk, és utána van az, hogy nekünk, de még valamit nem vettem elő, aha, kell még hozzá egy olyan elem, ami, hogy néz ki az, az ilyen íves, aha, mindjárt nézzük, hogy az hol van. Mindjárt megtaláljuk, azonnal is meg kell találnunk, vagy mégsem. De ilyen kis picikét, ezt a kis picikét találtuk, és akkor az meg, az hogy gondolt, az hol rakja rá? Mindegy, megpróbálkozunk vele. Jó, a lényeg, hogy meg kell fogni ezeket a kerékrögzítőket, be kell tolni az egyiket a szélsőbe, a másikat a másik szélsőbe, és rá kell pattintani a kereket, jó? Ez idáig megvan. A tartalék kerekek a stúrnak. És ide kéne bepattintanunk ezt a valamit, de nem tudom, hogy gondolta. Ezt ide teszi, vagy hogy teszi fel ezt? Na mindegy. Ja, értem, oké. Tehát ezt a kis, ugye a harmadik luk, ami megmaradt nekünk, berakjuk ezt a hűtősapkaszerűséget, akkor kaptok egy ilyet. És ennek az elemnek, ugye alul két része van. Úgy kell föltenni, hogy így. Tehát azt a kis gugát, azt ide ebbe a részébe kell. Tehát ugye két helyre mehetne, vagy ide, de ide kell, ebbe a részbe kell belepattintani. Így lesz középen, vagy jó helyen a dolog. Nagyon jó. Oké, és na, lépjünk tovább. Már ezt beleöntöm ebbe. És már most akkor egy dobozkába keresgélünk, szerintem így. Így döntöttem, hogy már egy dobozkába fogunk keresgélni.
És el is ment az adás. Ez. Én azt hittem, hogy az Zacsi montás lesz, de szerintem most befejezzük majd ezt a dolgot. Na, szóval így meg vagyunk. És a következő az pedig az, hogy elő kell szednünk 3 darab 2x6-os ilyenből. 1, 2 és 3. 1 darab 2x4-est, igen. Azt kell raknunk úgy, hogy 1, 2, 3. Na várjunk, ebből 2 kell, ebből is jó. 2 darab 2x4-es kell. Az egyiknél úgy kell csinálni, hogy így, a másiknál meg így. Jó? Így kell összerakni őket. Oké? Megvolnánk. Akkor lapozunk. És most ezen kezdünk el építkezni. Ki kell venni, ezt higgyétek el, nekem ez 4x3-as, vagy 3x4-es. Ebből kell 2. 1 és 2. És ott van a következő, amit megint le akarunk méretni, az istenverése, de ez 1x3, jó? 1x3, de lemérem, tessék, 1x3. Jó? 1x3, ebből megint kell nekünk 2 darab, így. Kell nekünk egy olyan fajta, ami 2x3-as, ezeket nem mutogatjám meg, mert minek mutogatnám. Jó, kell egy 2x3-as. Kell barnából egy olyan, aminek van egy ilyen luk. Egy esemültetés 1x2-es, jó, oké, és kell nekünk, igen, világos zöldből, vagy ebből érdekes zöldből egy ilyen, jó, oké. Na, tegyük arrébb a stugot, jó, mert a végén ez pontosan elégséges lesz. Szóval, elkezdjük építeni úgy, hogy az 1x3-ast ide rá teszünk egyet, így. Ott, dehogy, azt mondja, hogy merad, 3 előtte, jó? Tehát 3-nak kell előtte maradni, itt is annyinek kell maradni előtte, 3-nak. Így. Oké. Utána rá kell tennünk a 3x4-est, úgyhogy 1 kimarad. Ez a sistergős. Még majdnem lesz elég az idő, várjatok, ez lesz a legszebb az egész, hogy azt mondtam, befejezzük korábban, és nem. Arra figyelnetek kell, hogy az íz meg nem eszi, arra is figyelnetek kell. Jó, és ide még kell nekünk ez a 2x3-as. Szóval arra kell figyelni, hogy mind a kettő befelé álljon. Jó, arra lógjon le. És akkor van még nekünk itt a vége, amikor fel kell tenni a barnát így ide, és ide kell feltenni így ezt a világos zöldet. Így kell összeszerelni ezt az oldalt, jó? Oké. A következőhez kell nekünk 3 darab zöld színű egy oldalra ilyen fajta. 1, 2 és 3, megvan, és kell nekünk 2 darab ilyen kapaszkodószerűség, 3 darab, abból is 3 ilyen kapaszkodó. 1, 2 és 3. Nagyon jó. Akkor itt van az egyikünk, a kapaszkodós dolgot, azt berakjuk így ide, az egyiket, ide beraktam, és a zöldet, az be kell tenni úgy ide, hogy így legyen. Tehát ez így néz ki most, jó? A másik, az pedig ugyanígy, a kapaszkodós be kell tenni egyszer ide, így, meg a másik oldalára itt a hosszúnak, tehát ide a két oldalára tettem be, és a két, azt mondja, egyik zöldet betesszük ide elé, így ide, a másik zöldet pedig be kell tenni nem ide, hanem ide. Mutatom, hogy néz ki ez elem, jó? Így néz ki. Oké? És így néz ki. Nagyon jó. Hát ilyen, ez nem egyszerű, szóval ez nem fog beleférni az időben, most mondom, de megcsináljuk most már. Kell nekünk egy olyan, hogy 2x3-as egy darab, 1x2-esből 2 darab,
nem méregetünk semmit, hiába magyaráz nekünk az idióta. Jó. Egyszer kettesből kell két darab. Kell ilyen érdekes fajta. Aha, tehát ilyen fajtából kell kettő darab. Egy és kettő darab. Nagyon jó. Kell nekünk barnából, ilyenből, ez a lámpatartó lesz egy darab, és kell nekünk ugyanilyen világos zöldből is egy darab. Nagyon jó. Kell két lámpaüveg. Hát engedjétek meg, hogy ezt nem utogassam, az áttetsző lámpaüvegkel. És kell nekünk egy ilyen tengely, és kell nekünk egy olyan, egy lövedék. Ez egyébként ez a fegyvertisztítója volt a slugnak. Jó, gyorsan megoldjuk ezt a dolgot. A lámpaüvegeket bele kell tenni ebbe. Hát ez nem lesz egyszerű. De cserébe bonyolult lesz. Oké. Egyik. Nem esel le. Jó, sikerült betenni. Amikor benne van, akkor rá kell pattintanatok úgy ezt a valamit, hogy ugye van egy ilyen íves rész elől, ott legyen a lámpa, jó? Tehát így. És akkor így fog kinézni az egész, jó? Oké, ott van benne az üveg már. A másikat meg a barnába. Nagyon sok ilyen specifikus dolgot csinál a Kobi, és ez ugye azért erőforrásokat veszel minden mástól. Jó, na most, a barna aljút, a sötét barna aljút, tesztek a hozzátok közelebb lévőre, a másikat pedig a másik oldalra teszitek rá. Így. A egyszer kettes betek kell tenni ide a kimaradó helyekre, jó, itt. Ezek ki voltak. A fogódzók mellé. A 2x3-as például hosszabbra rá ide. És az egy, és az összerakhatós, ezt össze kell tenni a kettőt egymással. Így. Összetoltátok, így. És fogjátok, és ezt bele kell tolni ebbe a lukba is. Teljesen be kell tolni a végére, jó? Hát vagy picikét talán kilóghat, nagyon minimális. Sem lógjon ki egy picikét, hát most már nagyon betoltott Tomás, jó, de nagyjából így akkor, jó, legyen így, oké. Na, és akkor, aha, ott lesz az a csomagolás, jó. Tehát még két képünk van hátra, és ezt megcsak és megépítjük a stugicát. Szóval kell nekünk utána kettő darab ilyen, egy és kettő. Kell kettő darab lefegy, ami ilyen, egy, mert nem kettő, egy kell, mert a másik az meg barna, igen, kell egy ilyen fajta, tehát van kettő ilyen, egy ilyen, egy ilyen, egy barna, barnából kell egy ilyen, sötét barnából kell egy ilyen, oké, kell egy sötét barnából egy 2x2-es, és kell egy rács. Oké, megvédünk. Na most, összepattintjuk a világost a világossal, a barnát a barnával, és az egyik világost a bütykössel, jó? Oké, na. Amiután a bütykösset összepattintottuk, rápattintunk egy barna 2x2-est, és rárakjuk a rácsot mégpedig úgy, hogy hosszantilag legyen, tehát a jármű tengelyével párhuzamosan. Így. Amikor ez megvan, akkor azt kell csinálnotok, hogy a rácsos részt ide föl kell tennetek, és ide kell tenni így hátra. Így ide. És ide kell tenni előre a világos színűt. Így ide. A sötét barna színűt pedig ide kell tenni. Így. Oké, és megvagyunk. Jó.
ezek után elő kell venni magát a járművet, így, és rá kell pattintani szépen, nyugodtan, így ide, a rövidebbiket erre az oldalra. Na. Miért nem mész rá? Jó, megpróbáljuk így szemből, hát ha így könnyedében megy. Nem lesz egyszerű, szóval nyugodt lesz. Mi nem engedi föl egyébként, úgy szeretném tudni. Mi az, ami nem engedi föl? Jó, hát ezt akkor sorba. Egyszerre nem tudod fölpattintani, sorba kell szépen, így rá kell tenni, és akkor így megvan az egész, jó? Szépen. A másikat meg a másik oldalra kell föltenni. Ott, ha ott se engedi, akkor ott is úgy szépen egyesével végigmész, azt rápattingatod a helyére, jó? És innentől kezdve akkor jól is meg lesz az egész csinálva. Ez az. Nagyon jó. Hát eléggé komolyan megvan már a kis stug. Jó, és most még egy kép van hátra, egyetlen egy kép, ahol kell nekünk kettő darab 2x7-es, kell nekünk egy 3x3-as, jó, és kell nekünk, azt mondja, hogy egy sötét zöld ilyen. És hogy nézzem már ezt a képet. Nem, még kettő képünk van, azért néztem, mondom, hogy valamit elrontottam, de nem rontottam el semmit. Tudom, mi nem engedte, ez nem engedte föl, nézzétek meg. Ezt jobban be kell tolni. Ezt teljesen be kell tolni a helyére, így. Aha, így. És akkor így engedi. Aha, így, ez volt a baja neki. Tehát ezt mi jól mondtam, hogy teljesen toljátok be a helyére, jó? Oké, na, kell egy ilyen, és kell még egy sima egyes. Szóval, a sima egyest, az be kell tennetek így ide. Be kell tenni utána 2x7-est. Hát ez nem, nem lesz jó így. Ja, hogy az egyes oda... Ja, értem. Oké. Nem, az egyes nem oda való. Az egyes az ide való. Ide. Mellé. Ide. Mert a 2x7-es az így megy be ide. Így. Egyértelmű, azért látszódja, hogy mi újság van. Viszont ezzel ugye egyértelműleg le is merevíti azonnal a sárvédőjét a stúrnak. Jó, nem fogsz belemenni, hogy mi az Isten lesz? Nem már. Jaj, Istenem, miért? Jó. Elől kell betenni, és utána kell a segét kevetenni, jó? Köszönöm szépen a kedvességüket, jó? Az elej, utána a másik oldalt meg föl kell tenni így a 2x1-est ide, és ide be kell tenni így közé a 2x7-est, nagyon jó, így már most megvan, és a 3x3-as pedig ide kell tennetek így, jó? Oké, és még egy képünk van hátra. Jó hosszú lett ez a rész, srácok, lányok, de most nem tudok mit csinálni. Szerintem ez tök jó azért, ha megcsináltuk. Jó, kell nekünk egy 1x7-es sötét barna, egy 1x7-es világos zöld, egy 1x4-es világos zöld, és kell nekünk még egy ilyen íves kis elemecske. Szóval, az íves kis elemecskét az be kell tennetek rá a másik ívesre, ugyanúgy, most már itt jól látszódik.
Az egyszer négyes mellé kell pattintani, így. A egyszer hetest azt ide kell fölpattintanunk, ide hátra, így. És az egyszer hetes sötét barnát pedig ide kell fölpattintanunk. És most vagyunk kész. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a kitartását, hogy itt volt velem, és nézte. Úgyhogy itt tartunk ilyen pillanatban a Stugicával. Hát nagyon részletgazdag, nagyon-nagyon szép jármű lesz. Én azt mondom, hogy köszönöm szépen a Kobinak, hogy ilyen járműveket gyártanak, és még sok ilyet adjanak ki magukból. Gondolkoztam, ugye megkérdezték, hogy a Ferdinándot megveszem-e Little Editionben, már nem tudom megvenni, lemaradtam róla. Néztem, de nem látom nagy értelmét. Tehát ott van, megvan a Ferd és megvan az Elefántom is. Tehát még egynek a szekrényben lenni, amúgy is korlátozott kapacitásnál nem sok értelmét látom, jó? De akit érdekel, persze megveheti a simát, és szerintem biztos nagyon szép lesz, vagy jó lesz a dolog. Szóval itt tartunk jelen pillanatban, teljesen jó kis masszív egyébként, valamelyesen súlya van neki. Úgyhogy ennyi volt már a srácok, lányok. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Ha tetszett, egy lájkot csapjatok ki rá, és akkor gyertek a negyedik részben, ahol folytatjuk tovább a kettes zacskó kibontása után. Szerintem leszek annyira kegyes, hogy nem bontunk egy zacskót, hanem szét lesz már szortírozva, jó? Én ennyi voltam mára. Köszönöm a figyelmet még egyszer, sziasztok!